Európa néhány országában úgy látják, túljutottak a koronavírus járvány csúcsán, és már a gazdaság újraindításán gondolkodnak. Németországban heves vita zajlik arról, hogy ezt miként lehetne. A különböző érdekek között a gazdasági miniszternek kell egyensúlyoznia. Mindenki megértését kérem. Óvatosnak kell lennünk, hogy a nyitás ne hátráltassa a járvány elleni harcot, mondta Peter Altmaier. A Német Kereskedelmi Szövetség nem tenne különbséget az iparágak között. Dániában viszont az SME-s kisvállalkozások és az egészségügyi szolgáltatók már kinyithatnak. Ó, ez olyan lenne, mintha egyszerre lenne születésnapom és karácsony. Fantasztikus, hogy zöld jelzést kaptunk, és sokan újra kinyithatunk, mondta egy dán masszőr. Olaszországban még kijárási tilalom van, az ország leginkább fertőzött részében, a gazdaságilag legfejlettebb régióban viszont már beindítanák a gazdaságot, először a divat és az autóipar állhat újra munkába. Franciaországban eddig 150 ezer beteget találtak, közülük több mint 18 ezeren haltak meg. A Macron kormányzatra egyre nagyobb nyomás nehezedik. A francia sajtó és a társadalom azt találgatja, hogy a jóval népesebb Németországban hogyan lehetett kevesebb fertőzött. Egy hónapos szünet után újra nyitottuk a boltjainkat. Megszabtuk, hogy vevőink hogyan mozoghatnak az üzleteinkben. Munkatársainknak pedig annyi védőfelszerelést adunk, amennyit csak lehet, mondta egy borkereskedés vezetője. Miközben néhány európai ország már a lazítást tervezi, más kormányok még meghosszabbították a karantént.